Elmúlt 10-15 évben, szóval amióta fényképezek, vagy amióta ilyen hosszabb lélegzetvételű projektekben gondolkozom, én azt vettem észre, hogy egyik sorozat a másikból nő ki, vagy egyik sorozat a másiknak egy részét folytatja. Az első ilyen nagyobb lélegzetvételű munkám az a Tábor című sorozat volt. Ebben a sorozatban végigvettem azt, hogyha mondjuk egy város, amiben élek, jelen esetben Budapest, az olyan lenne, mint egy Lego város, akkor mik lennének ezek a Lego alapegységek, vagy modulok, amikből egy város felépíthető. Valahol ezek között ott volt a 6.-7. helyen a zárványok, vagy lennének ilyen a természet is valahogy a város része, a parkok. Viszont ez a parkok ebbe a fajta modulrendszerbe nekem nem annyira illettek bele, vagy pontosabban beleillettek, csak jobban érdekeltek, hogy vajon hogyan kerül a park a városba. Mert végülis a város az úgy kerül a természetbe, hogy nem akarjuk a természetet. Tehát, hogy ki akarjuk rekeszteni a természetet, húzunk egy városfalat, akkor mégis mi szükség van a parkokra. És akkor ebből indult egy következő 2-3 éves keresés, hogy mi is a park. Miért van az, hogy az évnek egy napján csordultig megtelik egy park, ami egyébként 364 napig gyakorlatilag üres. Egyszer csak meghalt édesanyám teljesen váratlanul. De ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy úgy tűnt, mintha ebben a hagyatékban több dolog azért lett volna úgy összegyűjtve, vagy úgy berakva egy dobozba, hogy majd azt valaki egyszer megtalálja, és hogy abból majd lehessen egy művet csinálni. Többször úgy éreztem, hogy együtt dolgozunk, vagy ez egy közös munka. Át kellett raknom egy könyvespolcot egyik helyről a másikra, és ahogy levettem a könyveket, egy mozdulattal, azt láttam, hogy a polcon, a porban ott marad ugye a könyveknek, a könyvek gerincének a lenyomata, és lehet látni, hogy melyek azok a könyvek, amiket utoljára mozdított meg édesanyám. Tehát lehetett látni a polcon azt, hogy mit olvasott az utolsó napokban, vagy az utolsó időben. És leemeltem a könyvespolcokat, és elkezdtem fotózni a poros felületeket, ami teljesen úgy nézett ki egyébként ezeken a fekete polcokon, mint egy városnak a sziluettje. Törekedtem arra, hogy úgy nyúljak hozzá tárgyakhoz, vagy tárgyegyüttesekhez, hogy azokat a dolgokat fényképezzem le, amikre azt gondolnám, hogy nem lényegesek. Mert hogy valószínűleg ott van a titok. Amikor a ruhás szekrényét kinyitottam, akkor az első dolog, ami feltűnt, az volt, hogy amit addig sose vettem észre. Azt tudtam, hogy mindig másfél-két óra legalább, amíg elkészül, vagy induláshoz készül, de azt nem tudtam, hogy a ruhás szekrényében a ruhák, azok ilyen, mint egy hadseregben, színkód szerint összepárosítva, tehát egy szett lóg egy fogason. Az elmúlt másfél évben, vagy egy évben egy új sorozaton dolgozom, ami hát ugye még nincsen kész. A címe az, hogy emberi lépték, és egy téglákról szól. Ez gyakorlatilag ez a tárgy is egy olyan evolúció ment keresztül, mint az ember, vagy az emberiség, vagy velünk együtt fejlődik, vagy alakul. Tehát ez nekem nagyon, nagyon megtetszett, és azt akartam, hogy ez az anyag, ez amennyire lehet egyszerű legyen. Tehát, hogy ne kezdjen el szétfolyni, hanem így, ez volt nehéz, hogy úgy tudjak a mindenről, ami emberi, beszélni, vagy szólni, hogy közben nem lépek ki egy téglagyárból.